engedjék meg, hogy bemutassam kollégámat, Kordás László, a Közmunkás Szakszervezet főtitkára, jó magam pedig Komjáti Imre vagyok, a Közmunkás Szakszervezet társelnöke. Néhány szót az előzményekről. 2012-ben és 2013-ban a sajtó által éhségmenetnek nevezett akciókat indítottuk, amikor Budapestre vonultunk az ország több pontjáról, hogy hírt vigyünk arról, hogy Magyarországon pestisként terjed a szegénység, a kiszolgáltatottság és az elnyomás. Akkor úgy gondoltuk, hogy meghallgatásra fog találni a követelésünk, a panaszunk, de ehelyett vicceskedvű államtitkárok oktattak ki minket arról, hogy hogyan kellene megélnünk 47 ezer forintból, kecsketartással és gombatenyésztéssel kiegészítve. Idén úgy gondoltuk, hogy nem Budapestre fogunk jönni, hanem azokon a településeken, azokon a városokon és azokon a vidékeken fogunk demonstrálni, ahol azok az emberek élnek, akikért mi dolgozunk és akikért mi küzdünk. Ezért a Közmunkás Szakszervezet a társult szervezetekkel, támogatókkal elindították az emberi méltóság menetét, amelyek a nagyvárosokba, a megyeszékhelyekre vonulnak. És újra elmondjuk, hogy pestisként terjed a szegénység, és a nyomor az, ami ma Magyarországon jobban teljesít. Holnap megérkeznek a menetek, és demonstrációkat fogunk tartani az ország minden régiójában, megyeszékhelyeken. Körülbelül 10-13 megyeszékhely, amely jelezte, hogy demonstrációkat fog tartani, többek között Szolnokon, Egerben, Miskolcon, Debrecenben, Kaposváron, Békéscsaván. A követeléseinkről és a miértekről Kordás László fog beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is köszöntöm Önöket. Elsőként hadd tegyek én is hozzá néhány szót, néhány gondolatot az előzményekhez. Nem sokkal, két héttel ezelőtt kezdtük el ezt a demonstráció szervezését, és ez egy sorozat, aminek most szombaton a végén vagyunk. A célunk pedig az volt ezzel a demonstrációs sorozattal, hogy szeretnénk felhívni a kormányzat figyelmét, illetve a törvényhozás figyelmét arra, hogy milyen súlyos, feszítő problémák vannak ma a magyar társadalomban, vagy akár a munkavilágában. Ez az egyhetes akciós sorozat, amiben belekezdtünk, ez négy elemből állt. Az első ilyen elem volt, amit Imre is említett, ez a méltóság menetének a megindítása. A második volt, hogy szerveztünk egy dolgozói szegénységről, általában a szegénységről, illetve a dolgozói szegénységről szóló konferenciát Miskolcon. Itt több neves előadó politológus és szociológus vett részt ezen a konferencián. A harmadik ilyen esemény volt az, hogy elfogadtunk egy kiáltványt is, amit a megyei kormányhivatalok előtt szeretnénk felolvasni. Ezekben az adott pillanatban minden megyei kormányhivatal előtt, ahol rendezvényünk lesz, ott ugyanazt a kiáltványt abban az adott pillanatban fogjuk felolvasni. Ezekben összesítjük azokat a pontokat és azokat a célokat, amiért ez az egyhetes figyelemfelkeltő sorozat indult. Így például az első ilyen, és talán a legfontosabb, az az általában a szegénység csökkentése. Azt várjuk az országgyűlés tavaszi ülésszakától, hogy a kormányzat tegyen hathatós intézkedéseket annak érdekében, hogy a dolgozói szegénység, illetve általában a szegénység Magyarországon csökkenjen. Ennek véleményünk szerint az első példája lehetne az, hogyha az alapvető élelmiszerek áfája nagymértékű csökkenést tudna elérni a következő tavaszi cikluson keresztül. Ez a nagymértékű csökkenés alatt azt értjük, hogy legalább 20%-os áfacsökkentést kellene elérnünk az alapvető élelmiszerek tekintetében. Van egy másik probléma is, ami feszíti ma a közéletet, illetve a munkavilágát, ez pedig a munkavállalóknak a bérhelyzete. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a dolgozók is inkább lefelé csúsznak, nem hogy egyre gyarapodnának a munkájuk által, hanem egyre lefelé csúsznak a bérskálán. Én úgy gondolom, hogy, és meggyőződésem az is, hogy egy munkaalapú társadalomban nem azért dolgozunk, hogy elfáradjunk, hanem azért dolgozunk, hogy az embereket, a gyerekeinket tisztességben fel tudjuk nevelni, azért dolgozunk, hogy abból a munkából, aminek az értékét megkapjuk, abban valóban el tudjuk tartani a családjainkat.
Csak szeretnék emlékeztetni rá, hogy a közszférában 2008 óta nem volt béremelés. Ezért is szolidárisak vagyunk a közszféra szakszervezeteivel a tekintetben, és be is vettük a kiáltványunkba az ő követeléseiket, ami az idei évre vonatkozóan legalább 5%-os bérfejlesztést nyújtana, illetve de minimum 10.000 forintos bérfejlesztést jelentene. Miért csatlakozott a közmunkás szakszervezet ehhez? Egyrészt az 5%-os bérfejlesztés nyilván a közmunkás bérben olyan nagy jelentőséggel nem bírna, de a 10.000 forint már igen. Ha megkapnák a közmunkások a 10.000 forintos bérfejlesztést a 8 órás teljes munkaidőben, akkor az azt jelenteni, hogy közelítenénk, illetve is érnénk a 2010-es nettó közmunkás béreket. Ez lenne az elsődleges célunk, és ezért is csatlakoztunk a közszféra szakszervezeteinek a felhívásához, illetve a bérköveteléséhez. Egy következő kérdés, amivel foglalkoztunk, és amivel a tagjaink is folyamatosan keresnek minket, ez pedig a munkatörvénykönyvével kapcsolatos. Egyrészt szeretnénk elérni, hogy a munkatörvénykönyv, aki 8 órában ma munkát vállal Magyarországon, arra ugyanolyan jogszabályok legyenek érvényesek, tehát a közmunkásokra, a közfoglalkoztatottakra is legyen érvényes a mai hatályos munkatörvénykönyve. És van még egy hetedik pont, amivel foglalkoztunk, ez pedig a kor kedvezményes nyugdíjnak a kérdése. Több olyan szakszervezet, aki támogatja a kiáltványunkban megfogalmazottakat, ők napirendre tűzték azt is, hogy december 31-ével megszűnt a kor kedvezményes nyugdíjban menetelnek a lehetősége. A kormányzat ugyan a bérmegállapodásban, amit a szakszervezetekkel aláírt, vállalta azt, hogy a versenyszféra konzultációs fórumán tárgyalásokat kezd a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal arról, hogy milyen új rendszert képzel el a korkedvezményes nyugdíj tekintetében. Mi viszont azt gondoljuk, és a szakszervezetekkel együtt, a támogató ágazati szakszervezetekkel együtt, azt gondoljuk, hogy addig, amíg ezek a tárgyalások zajlanak, addig állítsák vissza azt a rendet, azt a menetrendet, ami szerint 2014. december 31-ig a korkedvezményes nyugdíj rendszere életben volt. Nos, ezek azok a feltételeink, kéréseink, amiért ezt az egyhetes akciósorozatot elindítottuk, és szeretnénk, hogyha a hétfőn induló parlament ezekkel a kérdésekkel foglalkozna. Köszönöm. Hát még egyszer összefoglalva, mi nem segélyt, nem alamizsnát kérünk, hanem munkát, kenyeret, tisztességes béreket. A közmunkás szakszervezet tovább folytatja munkáját a dolgozó emberekért és a vidéki Magyarországért. Köszönöm szépen.